A stúdiónk vendége, Bukodik Károly, Ócsaváros polgármestere. Jó reggelt, Szervuszia, köszöntünk a műsorban, és hát szerda révén Polgármesteri Percek. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádióadás hallgatói Szervusz. Előjáróban már faggattalak, és nyilván ezzel szoktuk kezdeni most itt a pandémia idején. Milyen számaitok vannak Ócsán? Fertőzöttek, növekedő tendenciát mutatnak-e, bár azt gondolom, így a második hullám, meg a médiában mindenki hallja, hogy növekednek a számok, gondolom Ócsát sem kerüli el a fertőzés. Így van, az első képes látványosan változtak a számok. Jelenleg 8 fertőzött betegről tudunk, és tudunk, és 13-an vannak karanténban. Minden héten, tehát minden nap kapunk értesítést a változáson, a hétfőnként szoktam a lakosságot tájékoztatni. A múlt héten 7 fertőzött volt, és azt hiszem, hogy 12 vagy 14 volt a karantén a szám tehát nagyjából most beállt erre a szintre. De ez az első hullámhoz képest lényegesen magasabb szám. A betegek életkorát tekintve állatok is megfigyelhető, hogy most már a fiatalabb korosztály, vagy most megint áttevődik, legalábbis én ezt látom ki, hallani, vagy ezt hallom ki az adatokból, hogy lassan megint azért inkább az idősebbek. Hát megmondom őszintén, nem szoktam belenézni, hogy a hatósági osztályon az e-mail, és a kolléganők csak számokat küldenek, úgyhogy nem szoktam ennyire kíváncsiskodni, hogy milyen életkorúakról van szó. Ettől függetlenül persze, ahogy szoktuk mondani, az élet nem áll meg. Most már azért októbert írunk. Mi a helyzet nálatok? Elsősorban gazdasági kérdések, beruházások, pályázatok? Hát ma, hogy mondod, az élet nem állt meg. Lassan egyébként az év végére érünk a beruházásokkal kapcsolatban is jelenleg a, a Milleniumi játszótér utolsó munkálatai folynak. Már a játékok a helyükön vannak, a, a kertészet dolgozik most, és hát remélhetőleg egy-két héten belül át tudjuk adni ezt a játszót. itt azért felhívnám mindenki figyelmét, hogy csábító a játszótér, de arra kérünk mindenkit, hogy ne menjen be, ne másszon át a kapon, hiszen a zöld fölöttnek a fűnek meg kell kötni, ezért is várom majd még két hetet az átadással, és akkor akkor egy kicsi csúszással ugyan, de kész van ez a játszótér. Műszaki átadás előtt van a Dalmionics Damjön, uh, utcai és a Baros utcai csapadékvizelvezetés pályázatunk. Itt még egy-két apró javítani való van, de gyakorlatilag végéhez értünk. A lakóparkban a tulajdonkban levő 80 ház kerítését lefestettük, itt is már készrejelentés volt, és uh, a Fég mögött a Vadász utcában, Vágajód utcában folyik szintén csapadékvizelvezetés. Ez nem pályázat, ez saját pénzből Történik, és ha ezekkel készülünk, ez is kész lesz egy-két héten belül, azt gondolom úgy látom, hogy erre az évre kész vagyunk, azaz még a jövő héten a menzel és a könyvtár közötti szakasznál a járda felújítása fog megtörténni, és akkor nem csak munkában, hanem nagyjából pénzben is azért erre az évre elfogyunk. Hirtelen felderengtek az emlékek ott a meza előtti járdáról, az már akkor is talán rászorult volna felújításra. Igen. Hirtelen, ahogy mondod, csapadékvíz elvezetés elég sok projekt van a településen. Ezek általában szikkasztóárkokat jelentenek, vagy mást, más technikai, technológiai kivitel? Hát is, is. tehát amit pénzből nyertünk, ott egyrészt szikkasztóárkok, másrészt ilyen vízennyelő, gödrök, kutakásása volt a célkitűzés sok visszajelzést kapunk menet közben, és valami ami jogos, tehát ezeket a hibákat javítjuk, de nyilván legutóbb is akkora eső esett 5 perc alatt, hogy nem lehet akkor a gödröket, lukakat, árkokat ásni, hogy az, az pillanatok alatt elnyeljen. Nyilván, ha látjuk, hogy valami, valami hibázik, akkor azt megpróbáljuk javítani, de azért arra kell felkészülni, hogy bármilyen jó tervek és jó kivitelezések is készülnek, azért ha hirtelen nagy eső jön, vagy, vagy sokáig esik, akkor nyilván ez is folyamatosan fogja elnyelni. Tehát ez az egyik része, a másik olyan, mint a fégnél is van, ott is van egy műszaki tartalom, de ott is az hogy alapvető patkázás, árokásás, hiszen el, lassan eltűntek az árkok a településről. Ebben kapcsolatban a testület hozott egy rendeletet, hogy aki innentől fogva betemeti az árkát, az egyrészt büntetésre számíthat, másrészt pedig saját költségén ki kell lásni az árkot, tehát ugye ennek is azt kell szolgálni, hogy a csapadékvíz ne folyjon tovább, hanem ott szikkadjon el, ahol, ahol lehet, tehát ezek ilyen helyi technikák, technológiák. De ezt megelőzte egy bejárás, hogy hol tűntek el az árkok, felmértétek, most még utoljára úgymond az önkormányzat ezeket rendbeteteti, és mostantól egy rendelettel szabályozátok ezt? A felmérés az folyamatban van, tehát a köztelődött felügyelőnk járja a várost, fényképezi az utcákat, hogy hol van árok, tehát lesz egy úgynevezett árok nyilvántartásunk, Végre nekünk is más településeknek Ezek van. Ezek vannak, mert olyan viccesen hangzik, igen, de igen, nyilván igen. most már minden nyilván kell De mert ugye így lehet majd bizonyítani, hogy már pedig 2010. október 7-én, itt már 2000. Milyen mély, milyen hosszú gyakorlatilag így van. Így. Így van. Uh, és ha onnan a 2010-et mondtam, hol van az? már, tehát 2020. október 7-én itt még volt árok, uh, és nyilván ha egy ellenőrzés folyamán ott már nincs, akkor itt tudjuk bizonyítani. Vicces, de, de van ilyen, és úgy látszik, hogy kell ilyen. Kell, és ezeket nyilván utána könnyebb így számon kérni, Igen, és megmutatni, de. hogy itt bizony volt. Másik dolog, ami nyilván ez is a járványhelyzet hozta, hogy már beépült a önkormányzatok működésébe az, és ennek költségének tervezése a védekezése kapcsolatban. Az intézmények, illetve az önkormányzatok közgazgatásban ezek megoldottak fennakadás nélkül. Tudjátok, most gondolok itt a hőmérőzésre, kérte segítséget tőletek, különböző iskolák, óvodák, minden működik el, hogy annak működnie kell. Igen, tehát egyrészt ezek az intézmények saját forrásból is szereztek olyan eszközöket, másrészt még nyár folyamán Szabó István Pesmék is elnökétől kaptunk egy 10-15 darabján hőmérőt, azt szétosztottuk az intézmények között, de nyilván a, a mint fenntartó az általános iskolán gimnáziumnak adott egyéb eszközöket is, de ha a Giminél és iskolánál járunk, akkor most vettünk nekik készfertőtlenítőket, amiket fel tudtak szerelni az intézményekben, de az orvosi rendelőben, szabadidőközpontban, hivatalban pedig mi magunk vettük, tehát ilyen készfertőtlen eszközökkel Rendben vagyunk, és az intézmények is rendben vannak. Most már ö, nyilvánosságra került, meg mind a sajtó is megszellőzteti, hogy ö, jövő nyárnál előbb, tehát jövő év közepétől várható a vakcina. Tehát ez a helyzet, ez megint egy hosszabb berendezkedést kíván mind az önkormányzaton, mind természetesen a lakosoktól. Így a karácsonyi időszakot sem ússzuk meg. Azért hegyezném ki erre az adventi időszakra a kérdésemet, mert nyilván ezen időszak alatt több olyan esemény lehetett volna, vagy tervezésben volt, ahol azért az 500 főt akár meghaladó tömegek is összejönnek. Mi a helyzet a karácsonyi időszakkal és ezen rendezvényekkel nálatok? Hát ha a rendezvényekről beszélünk, akkor gyakorlatilag így október elejére, közepére mi letudtuk a rendezvényeinket, ugye a múlt héten volt három is, és nagyon nem tervezünk már, legalábbis ami a benti rendezvényt illeti. Készülünk adventre, advent első vasárnapjára, hogy egy szabad egy vá a város karácsonyfájánál ott, ott, lehetne valami összejövetel. Ez tradicionális így szokott lenni, vagy pedig most a helyzetre reagálva? Ez egy új dolog lenne. Mm. Ez egy új dolog lenne. A szabadidő központ előtt szokott lenne egy kis kirakodó vásár, szerintem az most elmarad. Azt mondja, hogy a harmadik vasárnapra készül a szabadidőközpont azért egy, egy rendezvényel. Nyilván meglátjuk, hogy meg lehet -e tartani. Mi első adventre készülünk egy szabadtéri összejövetellel, és más ilyen rendezvények, ha csak a október 25-ét még ide kell, hogy vegyük, akkor az is szabadtéri rendezvény lenne, ugye az őrláng gyújtása a székely autonómiáért, ugye az csak gyújtunk egy szép nagy tüzet, és ott elbeszélgetünk egymással, de, de más ilyen rendezvényel már nem számolunk ebben az évben. Nem tudom, hogyha még szeretnél valamit, én lassan kifogytam a kérdésekből, de amit szeretném mondani, nem tudom, pályázat, magyar falu program, valami? Hát azok nagyon szerencsések, akik, akik részt vehetnek, ugye mi 15 éve város vagyunk. Tehát, hogy... Mondjuk inkább itt a létszám a probléma, ugye ti nagyváros vagytok, tehát a létszámot tekintve, mert a Magyar Falu programban talán városok is indulhatnak, csak talán 5000 fő fölött nem. Hát ilyen, mi 9600-an vagyunk, tehát hogy mi ettől elestünk úgyhogy egyelőre a láthatáron nincs pályázat készülünk, és nyilván bölcsőre pályázat az lesz. Tehát én úgy tudom, ameddig minden településen nincs bölcső, de addig, addig ez a pályázat élni fog, úgyhogy mi ebben azért szép lassan lépegetünk a háttérben, Ugye egy csoportszobával bővítenénk a, lép, a bölcsődét, de hát várjuk a pályázatot. Nagyon szépen köszönöm, Bukadi Károly volt a vendégünk, Ócsaváros polgármestere, további szép napot nektek, és hát minden inkább legyőzni ezt a vírust és pandémiát, és Próbáljanak a lakosok is nyilván mindent megtenni ennek érdekében.